jó estét kívánok! A Múzsa szeptember 27. kiadását látják. A mai műsorban megmutatjuk önöknek Fischer Balázs festőművész legújabb képeit. A művésznek a Forrás folyóirat felkérésére Séta címmel nyílt kiállítása a Kápolna galériában. Családtagjai, barátai, művésztársai és tisztelői vettek végső búcsút az augusztus végén elhunyt Proszner János keramikus művésztől, a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítójától és korábbi vezetőjétől szeptember 24-én a Kerámia Stúdió előtti téren. Kecskeméti virtuózok és vendégeik címmel két fiatal művész immáron másodszor rendezett hangversenyt a Kodály iskolában. A mai stúdió vendég felvételről Horváth János Kanadában élő karnagy lesz, aki valaha a Kodály iskola növendéke volt, és a közelmúltban hazalátogatott egy rövid időre Kecskemétre. A karmester vendégünk volt a televízióban is. Ezeket láthatják ma a Múzsában, ha minket választanak. 8 év elteltével rendezett újra kiállítást Fischer Balázs festőművész képeiből a Forrás folyóirat szerkesztősége a Kápolna galériában. A fővárosi Artus csoporthoz tartozó Fischer Balázs kiállítását Galambos Ádám evangélikus teológus ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A megnyitó keretében tombola sorsolása is sor került, három értékes nyeremény, köztük egy festmény talált gazdára a kiállító művész jóvoltából. A Forrás folyóirat szeptemberi számának bemutatásával kezdődött meg Fischer Balázs festőművész Séta című tárlatának megnyitója a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelye Kápolna galériájában szeptember 22-én. Füzi László főszerkesztő köszöntője és a lapszám tartalmát ismertető bevezetője után röviden bemutatta a lappal már korábban is kapcsolatban álló Fischer Balázs festőművészt, akinek 2014-ben egyszer már rendezett kiállítást a Forrás. Az akkori, műfajilag is sokféle anyaghoz képest, jelenlegi tárlatán a művész kizárólag olajképeket állított ki. 4 éve olajjal festek, és a tematikáját tekintve is változott, ebben nagyon pontos a megfigyelésed, bár maradtak ugyan a műterem témák, bár ezek lényegesen absztraktabb megfogalmazások, legalábbis szándékom szerint, illetve hát újra kiszabadultam a tájba, és rengeteget festek kint az exteriőrben, tehát a szó szerint, tehát tábori állványjal, művésztelepeken. Most egy ilyen furcsa ilyen határon vagyok, legalábbis én magamat így, de hát ezt majd más pontosabban meg tudja fogalmazni, apostrofálom, hogy vannak a műterem témák, amiket átírok, nagyon sokat dolgozom a képeken, tehát nem alaprima technika, mint az akvarell nem lehet más, mint alaprima. Lehet más, csak az nehezebb történet, nem megyünk ebbe most bele. Úgyhogy nagyon nehéz erre pontos választ adni. Dolgozom valamin, vagyok egy úton, és azt gondolom, hogy jó úton vagyok. A Séta című kiállítást Galambos Ádám evangélikus teológus nyitotta meg, aki a Forrás szeptemberi számában cikket is írt a kiállítás anyagáról. Ebben többek között örömmel üdvözölte, hogy szemben számos más kortárs festővel Fischer festészetében felfedezhetők az elmélyült szemlélődés, a kontempláció nyomai. Társadalmunk azt hiszem, és hát az egész világ nem ezt erősíti, hogy keressük a módját annak, hogy mi is a mögöttes lényeg, és öröm, amikor a képzőművészeten belül, ami a művészet ugye a lélek kitárulkozása másik felé is, azon belül olyan alkotásokkal találkozhatunk, mint Fischer Balázs a művészetében, amelyek megadják azt a lehetőséget, hogyha időt szánunk rá, mert ez nem reklámkép, aminél oda nézek és megkapom a tartalmat, hanem hogyha ott állok és elmélyedek benne, megkeresem a mögöttes üzenetet, akkor valami kitárulkozik. Örömteli, mikor a kortárs képzőművészetben ezzel találkozhatunk, hiszen ez valahol a lényege a művészetnek, hogy rámutasson létezésünk kérdéseire, és ehhez viszont, hogy nézőként ezt megkeressük és befogadjuk, valóban időt kell önmagunknak is adni.
A mai kor embere már akkora mennyiségű és sebességű vizuális impulzussal találkozik nap mint nap, hogy ezek feldolgozásakor nem marad ideje és lehetősége az elmélyült szemlélődésre. Pedig mindannyiunknak nagy szüksége lenne rá. Hogyha önmagunkra és a bensőnkre nem adunk időt, akkor vajon mire fordítjuk az életünket? És ez a művészetnek egy nagyon nagy lehetősége, akár itt a Kápolna galériában is, újra és újra a kiváló kiállítások által a kecskeméti és Kecskemét környékén lakók számára is, hogy egy kicsit megálljanak, és az önértelmezésük, önmaguk keresése a tájhoz, másik emberhez, akár a művészethez való viszonyuk megértése és elmélyedése megtörténhessen. Fischer Balázsnál tényleg ezt érzem, és ezt látom, hogy ő nem, hogyha még akár a technika által vagy egy műve nagyon gyorsan is készül el, mert több ilyen alkotása is van, azok mögött azonban egy hosszas folyamat van. A megfigyelésben eljutni odáig, hogy aztán megszülessen a mű, azt egy hosszas folyamat előzi meg, és ezzel találkozhatunk, hogy ezek valóban megérett és kiérett és átgondolt alkotások. Szerencsére Fischer Balázs egyik szeretett mesteréhez, Váli Dezsőhöz hasonlatosan, szinte monomániás elkötelezettséggel keresi a mélységeket tömire sötét tónusú munkáiban. A tárlaton szereplő Zebegény című képe minden valószínűség szerint a településről festett legsötétebb tónusú munka. Én a színeket nem hangulatjelemként értelmezem. A legtöbb festő valószínűleg nem így teszi, tehát hogy én színekkel dolgozom, de az, hogy éppen milyen szín mi mellé kerül, és az éppen egy sötétebb szín, éppen egy kevésbé sötét, éppen egy világosabb. Itt a kertesen rengeteg világos tónusú képet is lehet egyébként látni. Azért az tagadhatatlan, hiszen ezt mindig megkapom, én nem fogok most ennek ellent mondani, hogy valóban inkább ez egyszerűen abból adódik, hogy az iskolám az ilyen volt. Tehát én a szén tanulmányokkal kezdtem, ugye is mindenki tudja, el tudja képzelni egy darab szénnel rajzolni milyen, hát ott a fekete a csúcsfény, hogy így mondjam, tehát hogy annak a mélysége, annak az atmoszféra teremtő képessége, és a belépés már a festészet világába azonnal, a mellettünk balra. Egy Zebegény témájú kép, amit én a műteremben festettem, ez speciál nem kint a kikötőben festettem. Ugye tanítok a Szörnyi Szabad iskolában minden nyáron, és az utolsó nap, utolsó előtti nap, már vége, négy hét letelt, és akkor adtam magamnak egy kis szabad időt. Tehát miatt még hazajövök Budapestre, csináltam egy skiczet, egy kompozíciós vázlatot, és a műteremben ezt megfestettem. Hogy ez így sikerült, hát ilyen lett. Galambos Ádám nem tartja feltétlenül komornak Fischer Zebegény ábrázolását, ellenére a képet uraló sötét tónusoknak. Én egyébként nem érzem sötétnek a sötét alkotásokat, mert hogyha tényleg megállunk, és nem a harsány színek pompájába, hanem a sötét mélységébe tekintünk bele, akkor valami olyan nyílik ki bennünk is talán, ami már a sötétet akár el is tudja felejtetni belülről. Hiszen azok a mélységek, azok a tónusok, és azok a, ugye a sötétben is itt nem feketéről beszélünk, hanem az ott nagyon szépen kikevert színek és összehozott különböző színek, tehát itt egy nagy gazdagság van, ami egy távolról sötétnek, közelről egészen melegnek is érezhető. Mint Fischer Balázs kiállításain általában, a kecskeméti megnyitón is rendeztek tombolát, ahol három értékes nyeremény, köztük egy eredeti Fischer olajfestmény talált új gazdára. 2010-es évek elején valamikor az Aurichard galériában volt egy közös kiállításon Várhelyi Tímeával, és ott a galériának volt ez egy protokollja, hogy akkor még papíralapú meghívókat küldtek szét, és akkor volt egy ilyen tombola jegy, tehát ott lehetett képet nyerni, és azt gondoltam, hogy ez valóban egy jó pofa dolog, egyrészt azért, mert a kiállítás megnyitók többsége, hát elég unalmas dolog, elég unalmas műfaj. És akkor lehet tulajdonképpen ennyi pici bulvár ebbe belefér, azon kívül meg a következő helyzet. Valóban hazavihet valaki egy festményt, amit esetleg nem tud megfizetni. Tehát, hogy persze hogy ismerjük ezt a műfajt mindannyian, akik kultúrafogyasztók vagyunk és járunk múzeumokba, hogy megnézzük a kiállítást és lemegyünk a múzeum shopba, és ott már tudunk vásárolni is valamit. Tehát ez egy ilyen kis átcsatolás, ez egy játék, ez egy móka, és
abban igazad van, egyébként valóban van közönségvonzó ereje is. Fischer Balázs rendszeresen jár dolgozni is Kecskemétre. A művésztelep kollektív műtermében jól érzi magát, és a város hangulata, a Kápolna Galéria intimitása és Kecskemét számos más intézménye is vonzza. Én a Kecskemétet nagyon-nagyon szeretem, a várost, az atmoszférát, ezt a galériát, van köztünk valamilyen fajta kémia. A gyűjtemény a Cifrapalotában, a Naív Művészeti Múzeum, sorolhatnám tovább, a színházat is nagyon szeretem, valóban rendszeres látogatója vagyok a Kecskeméti Alkotóháznak is. A rendszeresség az úgy néz ki, hogy nem minden évben feltétlenül, tehát most nem tudtam a tavalyi évben sem lejönni, de igen, tehát teljesen ideális alkotó környezet és egy nagyon-nagyon-nagyon minden szempontból meg. Tehát ott már nem nagyon van kifogás. A Séta című kiállítás anyagát Király Gábor kecskeméti festőművész rendezte meg, aki maga is az Artus Galériához tartozván hosszabb ideje barátja és szoros munkatársa is a kiállító művésznek. A Király Gábor nagyon jó kiállítás rendező szerintem, jó festőművész is, tehát hogy elsősorban az, és nagyon jó barátok vagyunk, és valóban az Artusban is közösen együtt dolgozunk. Most ő ugyan kecskeméti, tehát még csak praktikusan is egyszerű volt megkérni őt arra, és volt olyan kedves és udvarias és segítőkész, hogy tulajdonképpen egy óra alatt meg is rendezte ezt. Közösen rendeztük, de ő volt a fő iránymutató. Egy festőművész sose látja magát objektíve, és főleg nem kiállítás rendezés közben. Ilyenkor mindig szerencsés az, hogyha egy kicsit ilyenkor visszavonul az ember, mert akkor kimaradnak képek, ő tudja, hogy mi a jó, ő jobban látja egyszerűen, hogy milyen falra, mi való, milyen arányok működnek, minden teret komolyan kell venni, úgyhogy a Gábornak a munkáját most ezúttal is nagyon-nagyon köszönöm. A Séta című kiállítás október 7-éig látogatható a Kápolna Galériában munkanapokon 13 és 17 óra között. Családtagjai, barátai, tisztelői és művésztársai búcsúztak szeptember 24-én szombaton Profsner Jánostól, a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítójától, egykori vezetőjétől. A stúdió előtti parkban tartott búcsúzás után meghitt, kötetlen együttléttel folytatódott az emlékezés a Kerámia Stúdió belső udvarán. Probstner János augusztus 27-én életének 79. évében hunyt el Kecskeméten. Hamvait személyes kérésének megfelelően Tanyája udvarán helyezték örök nyugalomra, még az elmúlt héten szűk családi körben. Barátai, tisztelői a szeptember 24-i megemlékezésen vettek végső búcsút tőle, a Kerámia Stúdió előtti parkban, az általa tervezett 56-os emlékkeresztnél. Összeállításunkban az elhangzott emlékbeszédek részleteit tesszük közzé. Először Probstner János leánya, Probstner Petra emlékezett édesapjára. A mai nap apropója egy nagyon szomorú esemény, hiszen augusztus 27-én elvesztettük édesapámat, Probstner Jánost. Hamvait múlt héten helyeztük öröknyugalomba, kedvenc nyárfája árnyékában, a tanyán, a pusztában, ahogyan ő szokta hívni. Azonban nem, ma nem csak az elmúlásról szeretnénk beszélni, és nem csak szomorkodni hívtunk össze benneteket, itt az általa tervezett emlékkereszt mellett. Apa régi barátja Mikulás Ferenc fogalmazta meg jól, hogy édesapa életének példáját követve inkább megidézni szerettük volna a szellemiségét, és ünnepelni azt, amit tőle kaphattunk. Ünnepelni azt a nagy léptékben gondolkozó, közösségi embert, aki egész életében arra törekedett, hogy visszafizesse a sokat emlegetett bibliai talentumait, és lendületesen, elkötelezetten, nyughatatlanul fél megoldásokat nem ismerve, míg akár azt is mondhatjuk, hogy kissé akaratosan nagy dolgokat alkothatott. Aki egy kis időt is töltött vele, tudja, hogy nem egy egyszerű emberről beszélünk. Az egyik újraolvasott újságcikkben, amit ki is nyomtattunk otthon az ajtón, azt írják, hogy úgy mondja a mondatokat, mint akinek hat tüdeje van, 1300 fokos hővelég, mint a majdan begyújtásra váró kemencék. Nem lehetett egyszerű politikusként ellenállni hat tüdeje mondani valójának, forradalmi ötleteinek, attól tartok, hogy szegény gajdócsiéknak lehetőségük se volt nemet mondani a stúdió ötletére, még az akkor fiatal lendületes Jánosnak,
és nem lehetett alkotótársának, kollégának sem lenni, akitől minden helyzetben a legjobbakat várta el, és akiknek azt mondta, hogy nincs olyan, hogy megoldhatatlan feladat. Nem lehetett egyszerű barátjának sem lenni, bár gyanús az, hogy sokatok a végigordítozott éjszakákra emlékeztek a legnagyobb szeretettel, és bevallom, nem volt egyszerű a családjának sem lenni, akik érdekeit gyakran a kedvenc gyermeke, a stúdió, és abban alkotó közösség érdekeinek alárendelődtek. Személy szerint nekem sem volt mindig egyszerű az elvárásainak megfelelni. Kapcsolatunk kezdetén, a születésemkor, azért nevezett el Petrának, hogy én legyek a sziklaszirád alap, amire biztosan lehet akár egy birodalmat építeni, nem kis elvárás, és ahogy egy hétköznapi házi feladat megoldásához annyi segítséget adott, hogy a mindenséghez mérd magad. A városvezetői nevében dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Kecskemét kultúráért felelős korábbi alpolgármestere emlékezett Probstner János összetett tevékenységére. Beszédének részleteit idézzük. Alkotói és menedzseri tevékenysége mellett meghatározó személyisége volt a város művészeti arculatának is, a közéletnek is. Véleményével, kisugárzásával számos jó ügy megszületését mozdította elő. Örökké mozgalmas, kreatív életművét számos díjjal ismerte el a város, a megye és az ország is. Úgy élt, hogy nem élt a múltban, de a jövővel sem foglalkozott, a jelent akarta építeni. Talán azért, mert úgy vélte, ha a jelent építi, és ha az ember a jelen minden percében igyekszik helytállni, okosan és értelmesen élni, cselekedni, akkor épül a jövő is. Mindent a kerámia művészetnek rendelt alá. Élete azt igazolja, hogy nem önmagának élt. Minden törekvése arra irányul, hogy hasznára, javára, előmenetelére legyen övéinek és Kecskemét város képzőművészetének. Ezért küzdött lankadatlanul, ezért állított példát is elénk. Halála nagy veszteség Kecskemét városnak, magyar képzőművészetnek és a nemzeti kultúránknak is. A generációtárs, a Rajzfilm stúdiót megteremtő és fél évszázad óta vezető Mikulás Ferenc emlékezésének fókuszába intézményteremtő működésük párhuzamosságait állította. A párhuzamosok nem csak a végtelenben találkoznak. Sem ő, sem én nem voltunk kecskemétiek. Ide érkezve küldetésnek képzeltünk helyzetünket. Nem volt épületünk, nem volt egyetlen munkatársunk sem. Úgy gondoltuk, hogy csak akkor tudjuk megvalósítani elképzelésünket, ha itthon érezzük magunkat. Ahhoz, hogy otthon legyünk Kecskeméten, meg kellett ismerni a város múltját, történelmét és kultúráját. Elsajátítva, így a várost óhatatlanul lokálpatrióták lettünk. Kerestük a kapcsolatot az itteni értelmiségekkel, művészekkel. Közös barátaink voltak építészek, festők, szobrászok, színészek, színházi rendezők, zenészek, írók és költők. A Kerelmes stúdiót és a Rajzfilm stúdiót is ugyanaz a személy, Kerényi József közös építészbarátunk tervezte. De az is tudatosult bennünk, hogy nem a fővárosban, nem egy kultúrájáról elhíresült városban vagyunk. Olyan kényszerpályákat kellett beépíteni működésünkben, amely garanciát jelentett arra, hogy nemzetközi mércével is jelentős alkotások születhessenek ezekben a műhelyekben. Ez pedig az ösztöndi rendszer volt. Mindketten a világ különböző részéről fogadtunk művészeket, és ezzel együtt biztosítva volt a csere lehetősége is a külföldi művészeti intézményekkel. Ne felejtsük el, a 70-es években vagyunk. De nem csak szakmai barátság kötött össze bennünket, egykorúak voltunk, hasonlóképpen láttuk a világot. Rendszeresen kaptam tőle egy-egy üveg saját termésből főzetett pálinkát. A 80. születésnapra ajándékozott könyve ezt írta, Mikulás Ferencnek egy életre szóló barátságunk felidézésére. Akkor egyikünk sem gondolta, hogy az egy életre szóló barátságot ilyen hamar kell majd felidéznem nélküle. János, köszönöm a szakmai és kortársi barátságodat, figyelmedet és tanácsaidat. Még sok mindent kellett volna megbeszélnünk. Találkozunk a végtelenben. Kerényi Györgyöt nem szakmai kapcsolat, hanem évtizedeken átívelő barátság kötötte Probstner Jánoshoz és családjához. Olyan kiváló alkotó,
intézményteremtő, kultúraszervező, iskolateremtő, küzdő, álmodó ember, művész távozott el közülünk testében, akikből egyre kevesebb van, de akinek lelkisége és eszményei örökké velünk maradnak. Olyan, akivel lehetett néha egyet nem érteni, de tisztelni így is mindig lehetett és kellett. Vannak másképpen nyitott, kevésbé mosolygós alkatú emberek, ő is talán sokaknak ilyen volt, azonban az ilyen tulajdonságokra való törekvése nélkül is azt gondolom, hogy nagyon sokan érezhettük nagyon közel magunkat hozzá. Minta volt azoknak, akik hozzá hasonlóan mindenben a nehezebb, a megalkuvásuk nélküli utat választották az életben. Főhajtást érdemlő volt azoknak is, akik nem tudták, vagy nem akarták őt bizonyos törekvésekben és elképzelésekben megérteni, de módjuk volt mindezt meghallgatni tőle. Magam biztosan azok közé tartozom, akik hálát adnak a sorsnak és a Jóistennek, hogy itteni pályafutásának szinte első napjaitól kezdve ismerhettem, ráadásul sok szép és fontos ügyben több, mint utatársak, küzdőtársak is lehettünk. Nem szeretnék ünneprontó lenni ebben az esetben sem, de el kell mondjuk azt is, hogy ugyan nagyon fontos, de kevés az, hogyha valakit az elvesztése után kezdünk el csak igazán az értékén becsülni. Főleg olyan dolgokban, amelyekben nem kapta meg életében azt a kellő elismerést és segítőkészséget, odafigyelést, amit egy-egy életszakaszban valaki megérdemel. Egy intézményalapító, az közel 4 évtizeden át vezető művész nem lehet hol csak így, hol az egyik vagy a másik tisztségében vagy funkciójában, hivatásában kezelni. Benne ez végig elválaszthatatlan egységet képezett. Úgy tette mindezt, hogy vitte az egész világban, mint ahogy itt is elhangzott, városunk jó hírnevét. Az ilyen kivételes személyiségeknek nem dolga, sőt méltatlan is lenne, hogy egy-egy fontos életszakasz lezárása után ők kuncsologjanak valamilyen nekik járó igazi megbecsülésért. Viszont az őket körülvevő és még árnyékukban is sokszor jól sütkérező környezetnek, legyenek azok intézmények vagy vezetők, örökkötelességük lenne, hogy a kiválóságok számára méltó helyzetet teremtsenek, amíg élnek minden pillanatokban. Professzor Jánosnak is lehetett volna az utolsó 10 évre talán egy jobb, méltóbb megoldást találni, ami egy méltóbb megkoronázása életútjának. Kevés azt mondani, hogy tettünk rá próbát, és nem sikerült. Sikerült volna, hogyha olyan ajánlatot úgy és olyanok olyan módon tesznek, ami mind hozzá, mind az által alapított intézményhez, mind a kultúrájára annyira büszke városunknak is igazán méltó lett volna. Legyen ez mindannyiunk számára ez alkalomból is egy örök, részben pótlandó, pótolható tanulság, újabb figyelmeztetés és iránymutató ahhoz, hogy esetleg mit kell tennünk másképpen. Elérzékenyülve búcsúzott Professzor Jánostól az egykori főiskolai diáktárs és jó barát Kecskeméti Sándor keramikus művész is. János, itt állok életműved előtt, tisztelettel és az emlékeim halmazával. A mi 50-nél több éves barátságunkat összekötötte, ami a mi életünket összekötötte, a te sikeres életműved és a legnagyobb értéke, hogy a te jövőre gondoltál. Te a jövőre gondoltál, mert éltetett téged az a tudat, hogy akarsz valamit. Távozásod fáj. A Teremtés 3. könyvében olvasható, porból jöttünk és porrá leszünk. A porhoz hozzáadott víz sár. A sár föld. A tűz a 3. elem, mely a gondolatot rögzíti. Te átmentél a tűzön. Én azt kívánom, legyen neked ez a föld könnyű. A Nemzetközi Kerámia Stúdió munkatársainak nevében Sütő Erika kerámikus művész,
Profsner egykori tanítványa vett végső búcsút, és tett ígéretet mindannyiuk nevében. Emlékeinkben megőrizzük János lényét, személyiségét, humorát, mosolyát, a mindenkor jó hangulatban és családias légkörben eltöltött dolgos stúdiós éveinket, a húsvéti Orbiet Orbit, a stábbal az év zárásaként eltöltött közös feledhetetlen hangulatú karácsonyi vacsorákat, tombolákat, melyek mára még inkább felértékelődnek. A megszervezett közös cseszki krumlovi kirándulást és a lehetőséget, hogy az általa megálmodott helyen és környezetben közösen dolgozhassunk. A mindenkori stáb nevében köszönjük neked, János, hogy részt vehettünk annak az álomnak a megvalósításában, amit évtizedeken át építettél. Most a mi feladatunk az ezt az örökséget továbbvinni. A megemlékezést követően meghitt közvetlen együttléttel folytatódott a búcsúzás a Kerámia stúdió épületében, ahol kamaratárlat nyílt Probstner János műveiből, és mindenki elhelyezhette személyes emlékét egy különleges installációban. A barátok, munkatársak és tisztelők közül a belső udvarban szólaltak meg néhányan Borda Máté mikrofonja előtt, személyes hangon búcsúzva a nagyhatású művésztől. Ezt az összeállításunkat majd jövő heti magazinunkban láthatják. Szeptember elején hazalátogatott Kecskemétre Horváth János Kanadában élő karmester, aki egykor a Kodály iskola diákja volt, és itt kapott el nem múló indíttatást, nem csak a zene szeretetére, de a Kodály módszer terjesztésére is. Kecskeméti emlékei mellett erre is kitértünk beszélgetésünkben, amelyet most felvételről láthatnak. A stúdió vendége Horváth János karnagy úr, professzor emeritus, aki Kaliforniából érkezett Magyarországra, az ok pedig egészen kézenfekvő, valaha a Kodály iskolából indult el a karrierje. Szeretettel köszöntelek! Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon röviden arra kérlek, foglaljuk össze, hogy hogyan is alakult a te karriered onnantól, hogy megszülettél Magyarországon és Kodály iskolás lettél. Igen, Kecskeméten. Márta néni, Nemesszegi Márta néni választott ki az óvodából, szóval valamit látott, nyilván tisztán énekeltem úgy, ahogy mint gyerek, és akkor a kecskeméti énekzenei általánosba jártam, amit ugye zenepajtának hívtunk az Erkel utca 9-be és a Czolnár téren, és utána a Katona Józsi gimnáziumba kezdtem egy fél évet, de Márta néni anyámékat rávette, hogy inkább várjak és menjek vissza a 64-be induló, új épületben induló Kodály gimnáziumba, énekzenei gimnáziumba, és végül is ott végeztem, és utána bejutottam a Zeneakadémiára, karvezetés középiskolai énektanári szakra, és cselló tanárra a tanárképzőbe. Tehát így van egy karvezetés és cselló tanári diplomám. Mennyi időt dolgoztál Magyarországon, és hogyan alakult, hogy meghívtak téged abba a Boston környékén létesített Kodály intézetbe, az első amerikai Kodály intézetbe, amit még Erdei Péterék hoztak létre? Én nem dolgoztam Magyarországon akkor, mert rögtön végzés után kimentünk akkori feleségemmel, Igó Lenkével, és Wellesleybe, illetve hát Boston külvárosába kezdtünk a Dennis Bacon által igazgatott Kodály Musical Training Institute-ba, ahol a Péterrel kezdték ezt az intézetet, nem tudom pontosan az évszámot, de előttünk már akkor ment a 73-ban, mikor én kikerültem, akkor már volt Kodály intézet, úgyhogy... Megvolt a te stabil angol nyelvtudásod ehhez? Na, semmi. Nem, semmi. Hát ez volt én nagyon sajnálom a gyerekeket is, mert július elején kerültünk ki, és hát emlékszek egy történetre, hogy ott ülünk az asztalnál, és mondták, hogy mi milyen zseniálisak vagyunk, hogy tudunk tanítani angolul, azután, hogy nem tudunk angolul beszélni, és mi bólogattunk, mert nem értettük, hogy mit mondtak. És akkor
végül is januárban kezdtünk tanítani, nem januárban, szeptemberben, tehát júliusban mentünk ki, márciustól itt már ének, illetve ének angol nyelvleckéket vettünk, mert Szőnyi tanárnő volt az, aki ebbe nagyon komolyan irányított minket. És akkor ott elkezdtünk tanítani szeptemberben, mint gyerekeket, mint pedig fölnőtteket, akik a mesterképzésnek voltak a növendékei. De ez az intézet egy független intézet volt, nem tartozott semmiféle egyetemhez, mint aztán később, mert végül is ez az egyetlen módja hosszabb életnek, egyetemekhez tartozott, nem csak ez, más intézmények is. 5 év elteltével hazajöttetek Magyarországra, de te egy éven belül diszidáltál, azaz igen. Engedély nélkül újra csak Amerikába távoztál. Igen. Mi volt az indíték? Ennyire hiányzott az Egyesült Államok? Nem. Hát inkább az volt a baj, hogy ugye 5 év után hiányzott Magyarország, és hazajöttünk, és ez nem sikerült jól. Szóval sok okból kifolyólag, mert nekem volt kecskeméti ösztöndíjam is, de hiába, amikor hazajöttem, itt nem igen volt állás, és ilyen kicsit mondva csinált helyzet alakult ki. Úgyhogy így aztán alakult a dolog úgy, hogy kimentem újra tanítani 79-ben, és akkor én kimaradtam. Tanított kanadai egyetemen, vagy tanítottál kanadai egyetemen, és aktuálisan is tulajdonképpen professzor emeritusa vagy egy Kaliforniában igen. működő egyetemnek. Nem? Kanadában működő egyetem. Kanadának működő egyetem. Alberta. Igen. Tulajdonképpen az egész pályádat a Kodály módszer terjesztésének, vagy a Kodály metódus igen. továbbadásának szántad. Igen. Milyen sikerrel? Azaz mennyire vevő erre, akár Kanada, akár az Egyesült hát Államok? Hát én siker ide, siker oda. Én a mai napig nagyon hiszek az egész ügybe, és amikor a leghatásosabb voltam, az amikor ez a Kodály intézet, amit a Péter és Döni Béken indított, átkerült Hartfordba. És ott 6 évig igazgató voltam, és hát ott volt igazán, amikor csak ezt az ügyet szolgáltam. Mert aztán utána Calgaryban, ott szintén a Lois Jaxi, akinek nagy neve van Amerikában, ő hívott engem oda, de az már egy egyetemnek volt a része, és mai nap nem sok maradt belőle. Tehát egy silányabb kulturális gyökér, és a mozgató erők, mert ott is aztán voltam igazgató nyári kurzusnak egy ideig, de ha ezek az egyének, akik a mozgató erők voltak, eltűntek, akkor az ügy is nagyon meggyengült. Én elsősorban azért hiszek benne, nem is a írás-olvasás, zeneírás-olvasás, hanem az, hogy végül is ez a magyar kultúra megmentése volt. Ugye ők felfedeztek olyan kultúrai és ékszereket, amikről nem is tudtunk, hogy vannak. Hát nyilván ők tudták, tehát többen is, és hát ők is, meg aztán vikár. És lényeg az, hogy én abban hiszek, ami egy kicsit a kodályi eredeti filozófia ellen van, mert én abban hiszek, hogy Amerikában a lét kérdés, illetve a létét, ami bizonyítani fogja, az, hogy a különböző kultúrák összevonása. Mert ugye a kodályi eredeti ötlet az volt, illetve nem ötlet, hanem az eredeti filozófia, hogy egy nyelv, egy kultúra, és abból nőjön ki az összes többi. Na, ehhez ilyen, képest Amerika olvasztó tényleg valóban, Amerikában. Persze. Amikor Amerikába kerültem, azt hiszem, hogy ez egy igaz, hogy nem hazudok, ugye, hogy ezt azért tisztázzuk, de amikor én kikerültem, tehát 73-ban, akkor még közel 90% fehér volt, angol száz talán, de nem, lehet, hogy nem angol száz, fehér, ma 51%, és Kaliforniában 38%, ezeket véletlenül tudom, 38%, ami latinó. Ugye a feketék, amikről sokat hallunk, ők tulajdonképpen 13%-a az összlakosságnak, viszont kulturális szempontból óriási jelentőségük, vagy ha megnézzük a jazzzenét, ami tulajdonképpen egyetlen igazi amerikai forma, és szerintem nekünk ehhez is alkalmazkodni kell, a jazz egy borzasztó értékes dolog.
Most egy Holy Names nevű egyetemen tanít vendégprofesszorként. Szintén a Kodály módszer, amit igen, tovább... Igen, ez Kodály Center. Szóval érdekes, hogy a Holy Names volt a második a Kodály Musical Training Institute után, és ami kezdődött, és az még most is megvan. Nem mondom, hogy a legstabilabb, de megvan. És én ide kerültem, ugye részállásban, és mondjuk, amit talán lehet vele dicsekedni, hogy én elindítottam egy alapítványt, aminek a célja az, hogy egy endowment, ugye annyit jelent, hogy a pénzt, amit ez az alapítvány kapna, annak az 5%-át használjuk, tehát ez örökre mehetne, mert én szerintem hosszú távú létezése ennek másképp nem megy. Tehát ezen próbálkozunk, és ebben én is benne vagyok. Én most tiszteletbeli tag lettem a boardban, mert nem akartam minden gyűlésen ott lenni, mert nem mindig élvezem. És most már próbálok csak olyat csinálni, amit szeretek. Egy öreg diát találkozó kedvéért van most Magyarországon. Arra kérlek, foglald össze röviden, hogy mit jelentett számodra a Kodály iskola, mennyire határozta meg a pályádat gyökeresen, mindaz, ami itt abban a 4 évben történt, ami középiskolás igen, volt? Hát ez részben ugye, majdnem angol szót, szóval a körülmények így alakultak, de én változatlanul, hát elsősorban is én magyar vagyok, tehát próbálok olyan módon működni, hogy a magyar ügyeket szolgáljam, és a másik része pedig az, hogy nagyon hiszek ennek az értékrendszerébe, ennek a kodályi értékrendszernek a visszatekintés, az a Biblia szerintem. Ugye ez mindig jogában az Iyengar a Biblia. Szerintem aki bármilyen szinten foglalkozik Kodállyal, a visszatekintést el kell olvasni. De most rajta vagyok a IKS, ami International Kodály Society-nek a testületén, és én azt kértem, hogy csináljuk azt, nem tudom, hogy meg fogják-e csinálni, hogy minden előadó egy Kodály idézetet használjon, ami odaillik ahhoz, amit ő beszél. Hát reméljük, hogy odaillik, mert sokszor nem illik oda. Úgyhogy ez hát csak a filozófiai, a mélyebb részét a dolognak. A Takács Vonos négyes, amely Grammy Award, és hát világhírűek, a csellista unokatestvérem, és sikerült elintézni nem könnyen, hogy ők fognak játszani ezen a konferencián, sőt előadást is tartani, Bartók Vonos négyesek lesznek a téma, azt hiszem, és szóval ennek nagyon örülök, hogy az egészet egy magasabb szintre emelni, és nem csak ugyanazt ismételni, amit 200 éve is már csináltunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, hogy befáradtál a Kecskeméti stúdióba, és hát jó egészséget és kitartó lelkesedést. Köszönöm a meghívást. Két ismert kecskeméti kötődésű hangszervirtuóz és két a hazai és a nemzetközi zenei életben jól ismert vendégük adott nagyszabású koncertet szombaton este a Kecskeméti Kodály iskola Nemesszegi Márta termében. A Kecskeméti Virtuózok és Vendégeik című koncerten Túri Nagy János orgonaművész és Tóth Levente klasszikus ütőhangszerművész vendégei, Prunyi Ilona Lisztdíjas zongoraművész, érdemes művész, és Balog Ádám Fischer Anni ösztöndíjas zongoraművész voltak. Második alkalommal rendezte meg Tóth Levente klasszikus ütőhangszeres művész és Túri Nagy János orgonaművész a Kecskeméti Virtuózok és Vendégeik elnevezésű egész estés hangversenyt a Kodály iskola Nemesszegi Márta termében. A két fiatal, valamint Levente formációja a Kamara Virtuózok 2019-es évadában győztes Tamboren Trió, az állandó fellépői a különleges összeállítású estnek. A
Jánossal mindig is akartunk ilyen koncertsorozatokat csinálni, mert ő már ugye a 6. éve csinálta meg pont idén az újévi orgona koncertet is Kecskeméten, tehát annak is már egy szép hagyománya van tulajdonképpen mondhatni, és így gondoltuk azt, hogy most már úgy lehetne a több éves, talán évtizedes barátságot, meg kollegalitást egy kicsit kibővíteni azzá, hogy akkor csináljunk komolyabb projekteket, és így jött ez az egész koncert. A két fiatal művész barátsága hosszú időre nyúlik vissza, a jó baráti kapcsolat pedig biztos alapot adott a közös munkához. Ketten ide jártunk a Kodály iskolába, János talán egyel vagy kettővel járt fölöttem, tehát ő az idősebb, a rangidős kettőnk közül, de végül is talán a focipálya is összehozhatott minket, mert már nagyon kiskorunktól kezdve együtt fociztunk az udvaron, és hát egyszerűen az élet azt hozta így mindkettőnknek, hogy mindig is szoros kapcsolatban maradtunk, így semmi más akadálya nem volt annak, hogy egy jó kapcsolat alakuljon ki közöttünk. A munka hál' Istennek jó, természetesen mi mindenhol nekünk is vannak nehéz pillanataink, de hál' Istennek már ismerjük egymást annyira, és tudjuk egymást annyira kezelni, hogy ezeket szépen kiküszöböljük, úgyhogy ez sem okoz gondot, és örülünk, hogy együtt dolgozhatunk. A szervezők a szombati koncertre a nagy nemzetközi ismertségnek örvendő és itthon is méltán népszerű Prunyi Ilona Liszt-díjas zongoraművész érdemes művészt és Balog Ádám Fischer Anni ösztöndíjas zongoraművészt hívták vendégnek. Célunk az az, hogy megismertessük ezt az egész ütőhangszeres kultúrát, ugye más hangszerekkel vegyülve, mint akár ma is a zongorával vagy az orgonával, és azt veszük észre, hogy a közönséget ez nagyon-nagyon érdekli, csak ugye ismeretlen, és azért az embernél az természetes valamennyire, hogy fél az ismeretlentől, most fogalmazhatok ilyen csúnya szóval, de akkor is úgy érzem, hogy mindig pozitívan csalódik a közönség ezekben, tehát hogy megszavazza a bizalmat, és akkor úgy eljön, és azt érezzük, hogy jövőre akkor megint, most a tavalyihoz viszonyítok, tehát jövőre, tehát idén, és reméljük, hogy ez így szépen majd egy egyre bővülő törzs közönségé fog alakulni. A hangverseny része volt az iskola Kodály 140 rendezvény sorozatának, ezért nem volt kétséges, hogy Kodály mű is felcsendül majd a mindkét fiatal szervező alma máterének számító intézményben. A repertoár részei voltak továbbá Bach és Csajkovszki művei is. A szeptember 24-i koncert egyben Holló Aurél művének ősbemutatója is volt. Ez az ütőhangszerezés, ez az egésznek a klasszikus értelembe vett műfaját jelenti. Ugye hallhattuk a zongorákat is, vagy zongoristáktól a zongora műveket, ami abszolút klasszikus volt. Ez az ütőhangszeres is abban volt ugye klasszikus, hogy végül is olyan elemekre épültek azok a darabok, amiket most így játszottunk. Még akár ez a csempés, minden féle tárgyat magába foglaló darab is, aminek ugye most volt az ős bemutatója, Holló Aurél művéről beszélek. Tehát az is valamilyen értelemben klasszikus. Az a klasszikus, az egy nagyon tág fogalom, és nagyon széles körbe lehet érteni, és hála Istennek ez az egész beletartozik, de ettől még természetesen vannak benne ilyen populárisabb elemek, vagy akár egy kicsit rockosabb elemek, mondjuk a Janival az orgonás mű az abszolút olyan volt, tehát hogy mindenféle így összejön, de a nagy egész halmaz az klasszikus. Nagy János orgonaművész már jól ismeri a kecskeméti komoly zene szerető közönség. A fiatal tehetség főleg újévi orgona koncertjeivel vált híressé a városban, de a szombati hangversenyen új oldalát is megmutathatta a helyi közönségnek.
próbálok minden koncerten, ami az orgonát illeti, úgy összeállítani a műveket, darabokat, hogy ez valamennyire átfedje és megmutassa azt, hogy az orgona, mint a hangszerek királynője, milyen sokszínű tud lenni, illetve mindenféle műfajban megállja a helyét, mint például nyilván a barokk, Johann Sebastian Bachtól egészen a jazzig, akár ugye a Hammond orgona is közismert, és ezt mindig próbálom a közönségnek, és azt vettem észre, hogy nagyon nagy lelkesedéssel fogadták ezt. A fiatal virtuózok és neves vendégeik teljesítményét, a nagyszerű koncertet a közönség vastapsal jutalmazta. Kedves nézőink, ez volt a Múzsa szeptember 27. kiadása. Új összeállítása legközelebb jövő kedden, október 4-én várom majd Önöket. Viszontlátásra!